Sziasztok! Itt vagyok az új Puskás Aréna nyitó mérkőzésén. Egész könnyen mellettet jut és gyorsan, úgyhogy eléggé korszerű volt az egész bejutás. Nos, a stadion az lenyűgöző tényleg, szóval szagat nem talál rá az ember. Itt ugye nagyon nagy élmény, úgyhogy most megkeressük a helyünket, és később még jelentkezek. Elég jó a hangulat, mindenki hangolódik a mérkőzésre, sokan is vagyunk, de ez még biztos, hogy ennél még többen leszünk, mert elég eladtak az összes jegyet. Viszont a érdekesség, hogy ez a 67 ezer jegynek körülbelül csak a 40 ezer, tehát a 67 ezerből csak 40 ezer jegyet értékesítettek, a maradék fennálló 27 ezer, 27-8 ezer jegyet, azt mindenféle VIP célra, meg építőmunkásoknak és különböző az MLS által, a FIFA által delegált személyeknek adták ide. De itt lesz többek között például, nem tudom, hallottátok-e, aki lőtt az első gólt a Népstadionba, az a játékos, az a szovjet játékos is itt lesz, és elvileg ő végzi el a mai mérkőzésnek is a kezdőrugását. De ezen kívül például itt lesz az UEFA elnöke is, a VIP-fához. Egyelőre akkor ennyit, és hát jelentkezek még, amint van újabb infó. Soha nem teszem, tovább már nem is lesz.
Nos, vége van az első fél időnek. Hát elég rosszul kezdtük a mérkőzést, ugyanis 2-0-ra már vezettek az uruguayiak. Az első gólt azt lőtte Cavani a 15. percben, és a 21. percben a Rodriguez góljával már 2-0-ra vezettek. Szerencsére aztán gyorsan jött rá a válasz, a 24. percben Szalai Ádám névén szépítettünk, úgyhogy most a fél időben 2-1, még mindig ők vezettek. Hát remélem azért most már több gólt nem kapunk a másik fél időben. Véget ért a mérkőzés, maradt az eredmény 2-1, és 2-1-re kikaptunk, tehát egész pontosan Magyarország-Uruguay 1-2. Igazából sok esemény nem történt a második fél időben, talán egy komolyabb helyzet volt nekünk a vége fele. Azt úgy is vettem, úgyhogy azt láthattátok. Úgyhogy hát ennyit, tehát sajnos vereséggel avattuk fel az új Puskás Arénát. Úgyhogy ez ott akkor az első mérkőzés a Puskás Arénában. Sziasztok!